közös munka, együttműködési megállapodás kötött a NAK megyei szervezetem és a kormányhivatal. Állatokkal eltáncolt mesejáték, újra táncszínház a Jókaiban. Körbefutották a Tünde utcai pályát, mintegy 1000 diák rótta a köröket az atlétikai centrumnál. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. Együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete és a Békés megyei kormányhivatal. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal helyi kirendeltsége a kormányhivatal szervezeti egységeibe integrálódott, így a kamarával több felületen is érintkeznek. A Szarvason megtartott rendezvényen az is elhangzott, a kamara idén tovább erősíti szolgáltatói jellegét. A Szent István Egyetem szándéka szerint mind a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, mind a Békés megyei kormányhivatallal még szorosabbra fűzni a kapcsolatát, mivel a tudomány, a kutatás és az oktatás korszerűsítése területén is van tennivalójuk, fogalmazott felvezetőjében a házigazda. Mi ehhez szívvel, lélekkel és örömmel társulunk, hiszen az egyetem a tudomány és a kutatás mellett az oktatás jeles képviselője, ha lehet így mondani, a megyében, és ez a három szervezet együtt egymás vállának feküdve kell, hogy a megye agráriumát, a megye agrár gazdálkodóit együtt úgymond indítsa az utokon, és az idei évben is segítséget nyújtson. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal helyi kirendeltsége a kormányhivatal szervezeti egységeibe integrálódott, így a kamarával több felületen is érintkeznek. Számos olyan közös kapcsolódási pont van, ami azt mutatta, hogy kell egy keretjellegű megállapodás, amelyben rögzítjük a feladatokat, rögzítjük a feltételeket, illetve rögzítjük azokat a kapcsolattartókat, akik az információ áramlást még gyorsabbá tudják tenni, hiszen a következő években komoly fejlesztések kerülnek sor a Békés megyében is. A kamara megyei elnöke szerint nem volt nehéz az együttműködés pontjait megtalálni, úgy fogalmazott, az aláírt megállapodás szimbolikus erejénél fogva is a közös munkára készteti őket. A tudomány, az államigazgatás és a gazdaság egy úton együtt kell működni a siker érdekében. A rendezvényen szó esett arról is, hogy a kamara idén tovább erősíti szolgáltatói jellegét. Ezt segítik azok a szolgáltatóközpontok, ahol a gazdák szakirányokra lebontva juthatnak információkhoz, a tápanyag utánpótlástól, a növényvédelemtől, az agrotechnikai kérdésektől, a jogorvoslati, banki témákig. Ilyen központ várhatóan Békés megyében is nyílik még ebben az évben. Ártalmas besorolású, vízzel érintkezve ideggázzá alakuló fehér port dobott ki kocsiából. Egy a pénzügyőrök elől menekülő sofőr Tóth Komlós és Makó között. A járművezetőt elfogták, méreggel visszaélés miatt eljárást indítottak ellene. Makó felől tartott Tóth Komlós irányába a kis teherautó, amikor a két település közti országúton EKR ellenőrzésbe futott. Amikor a pénzügyőröket meglátta, hirtelen irányt változtatott, és egy mellékúton próbált meg elmenekülni a járőrök elől. A pénzügyőrök üldözőbe vették a gépjárművet, amelyből egy nagyobb darab kartondobozt dobtak ki. Miután a menekülőt megállították, visszakísérték a pénzügyőrök ahhoz a ponthoz a kis teherautót, illetve a sofőrjét, ahol kidobta az áruját. A kartondobozban körülbelül 45 kg ismeretlen eredetű anyag volt, kis zacskokba csomagolva, és miután kidobták a mozgó gépjárműből, ez szétszóródott az út szélén a zárokparton. A pénzügyőrök értesítették a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal munkatársait, akik a helyszínen megállapították, hogy az ártalmas besorolású vegyszerből időközben veszélyes ideggáz fejlődött, mivel a kiszóródott por az aznapi esős időjárás miatt vízzel érintkezett. Ezt a dobozt dobta ki a teherautó sofőrje, miután üldözőbe vették a pénzügyőrök. Ebben 45 kg-nyi Magyarországon nem engedélyezett rovarirtószer volt, aminek hatóanyaga a klórpirifosz gyakorlatilag minden állat számára veszélyes, de még az emberben is képes, főleg magzati korban, akár halált is okozó idegrendszeri károsodásokat okozni. Az ilyen hatásmechanizmusú vegyületeket a Greenpeace blogjának megfogalmazása szerint a környezet állapotára adó országokban már kivonták a forgalomból. A sofőr a szállítmányról semmilyen okmányt, bizonylatot nem tudott bemutatni, a beszerzés körülményeiről pedig többféle egymásnak ellentmondó változatot adott elő. Méreggel visszaélés bűncselekményének gyanúja miatt előállították, a nyomozás még tart.
kötetlen beszélgetésre és reggelire várták az újságírókat a Békés megyei kormányhivatal munkatársai a Magyar Sajtónapja alkalmából. Takács Árpád főigazgató megköszönte a megyében működő médiumok munkáját, a hivatal hatékony kommunikációjában pedig továbbra is számít az együttműködésükre. A főigazgató a hivatal tavalyi munkájának értékeléseként elmondta, több mint 750 ezer hatósági eljárást folytattak le, és közel 900 ezer ügyfél fordult meg náluk. A folyamatos növekedést a meglévő 13 mellett további két idén megnyíló kormányablakkal igyekeznek kiszolgálni. Takács Árpád szerint ezzel már teljes egészében lefedik majd a lakosságot. Sorra szedi rá az erdő lakóit a Ravaszdi Róka, a Békés Csabai Jókai Színház és a Balassi Néptánc együttes legújabb koprodukciójában. A zenés-táncos mesejáték nem csak a gyerekeknek, de a felnőtteknek, sőt a tánchoz értő szakmabelieknek is tartalmas szórakozást ígér. Egy farkú, kétszárnyú és négylábú szereplőkkel telik meg a Békés Csabai Teátrum. Az eltáncolt mesejáték főszereplői emberi tulajdonságokkal felruházott állatok, akikről kiderül, semmelyikük sem az, mint aminek először hisszük. Ha egy rókát meghalunk, akkor rögtön azt mondjuk, hogy sunyi, ha egy nyulat meglátunk, rögtön azt mondjuk, hogy ők is félős, a bika meg nagyon erős, és mindegyik karakter így indul, de a darab folyamán mindegyik egy picit átalakul, tehát a róka is szerethetővé válik, a nyulakról is kiderül, hogy azért ők sem azok a nagyon félősök, és a bikák sem annyira erősek és okosak, mint az ember amúgy gondolná. A Békés Csabai Jókai Színház nem először működik együtt a Balassi Néptánc együttessel. A megszokott magyar néptánccal ellentétben azonban ezúttal multikulturális a koreográfia. A különböző állatokhoz ugyanis más-más nemzet, így eltérő tánctípusok kapcsolódnak. Például a nyulak azok írsteppelnek, a bikák azok természetesen spanyolok, és ezért a flamenkót választottuk az ő táncuknak. Nem volt egy könnyű feladat, hiszen mi alapvetően a magyar néptáncból építkezünk. Ez az a tánctípus, ez az a műfaj, amit jól ismerünk, de nagyon izgalmas és érdekes feladat volt, hiszen teljesen más izmokat kell használni, teljesen máshogy kell használni, úgyhogy nagyon-nagyon élveztük ezt a részét a munkának. A közös munka harmadik résztvevője a Napsugár Báb Színház volt, hiszen annak zeneszerzője Lovas Gábor alkotta meg a talpalávalót, a díszlet pedig a Báb Színház igazgatója Lenkefi Zoltán munkája. A táncosok mellett pedig a Jókai Színház két színművésze is epizód szerepet kapott a darabban. Hálás a Balassi Tánc együttessel együtt dolgozni a koprodukcióban, hiszen ahogy rendező úr is említette, az előbb ezek epizód szerepek, tehát a koprodukciót próbáljuk mi erősíteni Balázs Csongor kollégámmal. Hálás benne lenni egy ilyen professzionális táncszínháznak az előadásában. Az előadással együtt a színház állarckészítő versenyt is hirdetett a gyerekeknek, akik akár a nézőtérre is beülhetnek majd az erdő lakóit megjelenítő maszkjukban. 25 évvel ezelőtt március 20-án tartották a Csabai Színi Stúdió első próbáját. Annak idején 25 gyermek állt össze, hogy tapasztalt színészek segítségével kezdjék el a munkát. Az elmúlt negyed évszázadban sok sikert aratott a társulat, amely stabil társasággá alakult. A stúdió arculata sokáig formálódott, a repertoárban ma már a zenés és a prózai műfaj váltakozik. A jubileum alkalmából kiállítást rendeztek a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Olyan tárgyakat állítottak ki, amelyek jól tükrözik a stúdió elmúlt 25 évét és eredményeit. Így többek közt szövegkönyveket, elismeréseket, fotókat is láthatnak az érdeklődők, de a legrangosabb kitüntetés a 2011-ben elnyert Csokonai Közösségi Díj is ott van a kiállított tárgyak közt. A legszebb dolog a kiállításon az a Csokonai Közösségi Díj, ami a legmagasabb állami kitüntetés, amit egy közösség ma Magyarországon elérhet. Ezt mi 2011-ben megkaptuk, azt hiszem ez a stúdió legnagyobb eredménye, és ez megtekinthető a kiállításon. Negyedik alkalommal rendezik meg a sportolást és az egészséges életmódot népszerűsítő megyefutást. A kezdeményezést 2014-ben indította el Tóth László, akkor a Békés Csabai futó nagykövet 23 településre jutott el. Idén már 52 helyszínen várják az egész térséget megmozgató rendezvényt. Tavaly mintegy 3000-en kapcsolódtak be a futásba, amit idén is megtehet bárki, akár rövidebb, akár hosszabb szakaszon. A futók március 28-án 9 órától rajtolnak a Békés Csabai főtérről, majd április 8-án Szabadkígyóstól érkezik vissza a csapat a megyeszékhelyre. 52 település fogad minket és vár szeretettel. Ez 12 nap
stoppot jelent konkrétan az esemény tekintve, illetve 580 km jelent lefutva. És a lényeg továbbra is az, hogy a futást szeretnék népszerűsíteni, reklámozni, és ugye várunk csatlakozókat, minél több létszámban, magasabb létszámban, településeken inkább gyerekeket, illetve iskolásokat. A címvédésért indul harcba a Pierese a női röplabda bajnokság rájátszásában. A csabai együttes a Közép-Európai Ligát és a Magyar Kupát már megnyerte, míg a CEF kupában a legjobb 8 közé jutott. A Viharsarki gárdának most már csak a hazai sorozatra kell összpontosítania. Az első ellenfél az alapszakasz 8. helyezettje, a Gödöllő lesz. A negyed döntő esélyese a Pierese, ráadásul a Pest megyei együttes számára nem célkitűzés a legjobb 4 bekerülés, így nyomás nélkül felszabadultan játszhatnak a párharcban. A Pierese mindössze 4 szettet veszített az alapszakaszban, azonban ebből az egyiket a Gödöllő nyerte. Így Sasa Nedeljkovics együttesének koncentrált teljesítményre lesz szüksége a továbbjutáshoz. A két győztes mérkőzésig tartó negyed döntő első mérkőzését szerdán 18 órától játsszák Békés Csabán. A párharc második összecsapását pedig vasárnap a Pest megyei városban rendezik. Mintegy 1000 középiskolás, fiatal és általános iskolás tanuló rótta a köröket a Tünde utcai atlétikai centrumnál. A hagyományoknak megfelelően ezúttal is az itt kialakított 1 kilométeres pályán rendezték a diák olimpiai és városi mezei futóbajnokságot. A megmérettetés délelőtti programjában több mint 100 fiatal versenyzett több korcsoportban. A versenyen az amatőr futók mellett a KOP Békés Csabai Atlétikai Klub tehetségei is rajthazáltak, akik március 2. hétvégéjén az országos bajnokságon korosztályukban érmeket is szereztek. Az 5. korcsoportosok között Szabó Áron és Apáti Bence ezúttal is kiélezett csatát vívott, most előbbi bizonyult jobbnak. Ez mindig adott naptól függ. Tehát mi elég jó szinten vagyunk, úgy gondolom Apáti Bencével, és ő is nagyon erős egyébként, gratulálok neki. Ma én voltam az erősebb, de meglátjuk, hogy a megyén mi lesz. Szerintem ez feljebb húzza a versenyszínvonalát, hogy így tudunk rivalizálni Bencével. A megmérettetésnek komoly múltja van a megyeszékhelyen, így ebben az esztendőben is mintegy 1000 fiatalt mozgatott meg a verseny. A Békés Csabán hosszú évtizedekre múlik vissza a mezei futásnak a hagyománya. Még jó 10 évekkel ezelőtt még a repülőtéren tartották meg ezt a futóversenyt, még jó magam is oda mentem ki általános iskolásként, középiskolásként futni. Jelenleg már itt a Tünde utcai sportpályát futják körbe a fiatalok. Középiskolások közül körülbelül olyan 100-an jöttek el, 10-12 középiskolát érintve, míg délutánra az általános iskolások már több százas létszámban jelennek meg. A fiúk mellett a hölgyek is összemérték gyorsaságukat. A 6. korcsoportban a junior bajnoki ezüstérmes Novák Natália maga biztos győzelmet aratott. Próbáltam minél jobb iramot futni, és egy jó edzést csinálni ebből a futásból, és az iskolának egy jó helyezést szerezni. Az atléták legközelebb szerdán már a megyei döntőben Orosházán bizonyíthatnak. Hétvégén ismét megrendezték a Békés megyei nyílt kickbox diákbajnokságot az Erzsébethelyi Általános Iskola tornatermében. Az eseményen az óvodástól egészen a gimnazista 18-19 éves korosztályig részt vehettek a diákok. A legfiatalabb harcolni vágyó diákok is felmérhették erejüket a hétvégén. Az esemény célja az volt, hogy a gyermekek tapasztalatot szerezzenek, és minél több versenyszituációban vegyenek részt. A megmérettetésre több megyéből is érkeztek résztvevők. Hajdú-Bihar megyéből és Csongrád megyéből érkeztek, ők rendszeresen visszajárnak hozzánk, hiszen más megyében kickbox diákbajnokság megyei döntőt nem rendeznek csak nálunk. Sűrű a kickboxosok programja ezekben a hetekben. Most hétvégén már az országos versenyt rendezik meg Békés Csabán, melynek meglehetősen nagy a tétje. Ez egy ilyen kis fölpróbaszerűség az Ándiból, tényleg, hogy megnézzük, hogy hogyan állunk a szervezésben. Hát az országos diákbajnokság az a sportcsarnokban lesz, egy országos verseny, ami pontszerző verseny, benne van a magyar ranglista versenyek közt, az azt jelenti, hogy az utánpótlás korúak az eredményekkel közelebb tudnak kerülni a válogatottsághoz. Már a fiúk többségben voltak, a lányok is képviseltették magukat. Azért ezt választottuk, ezt a sportot, mert az én testvérem 6 éves korában elkezdett kiboxolni, és onnantól kezdve mindig tanított minket, és nekünk ez nagyon megtetszett, és színnapunkra ezt az ajándékot kértük, hogy elkezdhessünk edzeni a mostani edzőnél, de a Dezsőnél.
A Békés megyei klubok a második, harmadik helyen állnak az országos összesítésben, melyet a pontszámok is bizonyítanak. Békés Csabán nagyon várják a hétvégi országos versenyt, és sok csapatra számítanak. Ez volt már a Híradó, további híreinket és videóinkat a behír.hu internetes oldalon találják meg. Amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!